Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. Megbeszéljük. Halló! Halló! Jó estét kívánok! Jó estét, Schiffer János vagyok. Ó, parancsoljon, volt főpolgármester helyettes kulturális ügyekért felelős. Na, gondolom, igen. Emlékmű. Emlékmű, egyik az, csak röviden szeretném pontosítani, amit Rádai Mihállyal beszélgetett. Bajcsi Zsilinszkendrének van emlékműve, a régitől mondjuk 100 méterre, tehát amikor a Nemzeti Színház építkezése miatt ugye a korábban alkotott szobor elkerült, akkor utána ott egy nagyon míves alkotás készült. És Rádai erről nem tud? Hát, mindent ő se tudott. Tudom, hogy ő a... Jó, mindent ő se tudott. De ezt nem tudta, és ezt mondom, nagyon izgalmas, tényleg egy kortárs alkotás került ott felállításra, és mondom, minden évben ott meg is emlékezünk Bajcsi Zsilinszkiről, tehát lehet tudni ott a templom előtt. No, köszönöm a helyreigazítást. Nem emiatt jelentkeztem igazából, hanem amiatt, hogy egy kicsit úgy éreztem, hogy a Szabadság téren elhelyezendő német megszállásra emlékező emlékmű egy esztétikai vagy igazgatási kérdésé vált. Nem csak. Igen, de nem erről van szó, én azt gondolom, 100%-ig nem erről van szó. Teljesen mindegy, hogy milyen nyilvános nemzetközi pályázaton állítanának oda szobrot. Ez ugyanaz a ideológia, ami a terrorháza, hogy szembeállítja a két diktatúrát egymással, és számháborúba keverelünk bele. Tehát oda helyezzük a Szabadságtér, ami nem azért Szabadságtérre szeretném elmondani, mert a Szovjetunió felszabadította Magyarországot, azért Szabadságtér, mert ott állt az új épület, és ezt lebontották, és a budapestiek több mint 200 éve úgy döntöttek, hogy a Szabadságtér nevet kapja. Ezt nem tudta a főpolgármester, mikor át akarta neveztetni. Azt hitte, hogy az összefüggésben van a szovjet emlékművel. De akkor, 45 után a emlékmű felállítása, az tényleg annak szólt, hogy vége lett a háborúnak, és abban, hogy vége lett a háborúbannak, abban a szovjet hadseregnek Magyarországon szerepe volt, fontos szerepe volt, és ennek szólt az emlékmű, ahogy ennek szól az emlékmű Bécsbe, Párizsba és sok Európai Berlinben országban, és ebben nem nagyon akarnak szembeállítani másfajta ideológiát vagy problémát. Most itt az ugyanaz a még eddig persze nem nyilvánosságra hozott, de szerintem ugyanaz a ideológia jelenik meg, hogy szembeállítjuk egymással a két diktatúrát, és számháborúban megyünk. Gondolja, hogy ez volna az elsődleges cél, odaállítani látványosan a szovjet emlékművel szemben egy másikat, azt jelezve, hogy hát igen, itt két diktatúra között őrlődött a szegény magyar, az egyikből következett a másik, és ezzel megteremti az ideológiai egyensúlyt, és rámutat arra, hogy hát az ország nem volt független sajnos, de majd mi? Nem is szólhat másról, mert akkor miért pont a Szabadságtér? Mert hogy annak idején miért a Szabadságtérre került, az egy kérdés 45 után a emlékmű. Akkor itt volt egy hadsereg, amíg azt mondta, hogy szeretne egy emlékművet, magának is kijelölt ezt a helyet. Ma ilyen nincsen, tehát azt mondom, hogyha meg akarunk emlékezni arról, hogy Magyarországot megszállta Németország is, akkor ennek Budapesten biztos lehetne helye. Nem tudom, hogy van-e adekvált helye, én szerintem. Hát maga az elgondolás is elég bizarnak tűnik, mert miért kellene arról egy emlékművet állítani, hogy minket megszálltak. Nem is tudom, nem is igazán tudom elképzelni ennek a képzőművészeti megvalósulását, de tegyük föl, hogy nálam vannak erre alkalmasabbak is, de miért kell egyáltalán ezt valamilyen módon láthatóvá tenni? Miért kell ennek valamilyen tárgyi bizonyítékot állítani? Hát, ezt a kérdést én sajnos nem tudom megválaszolni.
mert nincs szerintem logikus és értelmes válasz erre a kérdésre. Mert a vele szemben fellépőknek igenis emléket lehetne és kellene is állítani, hogy ott te vagy ilyen vagy olyan formában, ez vita kérdés. De miért kell erre a nagyon szomorú történelmi tényre így emlékezni? Lehet százféle módon, de így. Szóval én mondom, csak ezt tudom elfogadni, ezt tudom elképzelni, és szerintem is ez a gondolat. Ez ugyanaz, mint a Kossuth tér átalakításának, annak az ideológiának, amit ők képviselnek, annak az ideológiának a kőbevésése, ahogy a Kossuth téren ezt kőbevésik, ahogy a stadionokkal kőbevésik az ő vallásokat, ugyanúgy ennek a kérdése. Tehát tárgyi bizonyítékot teremteni arra, hogy tulajdonképpen a Horthy rendszer nem is volt bűnös a legfőbb bűn elkövetésében, hiszen megszállták az országot, független attól, hogy Horthy Miklós továbbra is kormányzó maradt, hogy a magyar államigazgatása helyén maradt. De, bocsánat, ha nem maradt volna Horthy Miklós kormányzó a német megszállás után, akkor is az, hogy a németek megszállhatták úgy Magyarországot, hogy egy puskalövés nélkül, és hogy a németek és a szövetségesünk volt, ugye? Ez a Horthy Miklós felelőssége. Tehát nem lehet menteni azzal, hogy ha akkor leváltották volna azonnal, akkor ő nem felelős. Ő felelős előtte lévő, azt mondom, hogy legalább 10 évért. Hanem is hát az azért is, igen. De mondjuk a legsúlyosabb bűnök azokban a hónapokban lettek elkövetve a magyar hatóságok tevékeny részvételével, de nem lehet úgy tenni, mintha a magyarok ebben a politikai vezetéstől kezdve az egyes rendőrig nem vettek volna részt. De emlékmű állítása pont ezzel szemben megy, és azért megy a Szabadság térre, mert itt van a szovjet hősi emlékmű is, és a kettő együtt példázza azt, hogy mi nem vagyunk semmiért se felelősek. Hát igen, valószínűleg ez lehet mögötte, én se tudok jobbat kitalálni, azt nem tudom, és hogy... És mondom ugyanaz, mint a terrorháza, mert azt mondom, ha a terrorháza, tényleg minden terror egy oldalon, vagy több oldalon mutatna be, akkor azt mondom, hogy ez lehetőség lenne arra, hogy tiszta lapot nyissunk, de hát ha megnézzük az arányokat, akkor, de nem szabadna nézni arányokat, mert azt mondom, ezek nem aránykérdések, de azt, hogy mire teszi a hangsúlyt, akkor ott is kiderül, hogy hát igen, volt itt 44, meg nem tudom, 45-ben valami, de azért a dolog a 45 után kezdődött. Ugyanakkor mégis van valami bizarr ebben az elképzelésben, hogy mondjuk odaraknak egy náci megszállásra emlékeztető emlékművet a szovjet felszabadítási emlékművel szemben, hiszen mégiscsak arról van szó, hogy a nácik megszállták Magyarországot, és utána a szovjetek meg felszabadították, elkergették a német náci megszállókat, aztán más kérdés, hogy ők is itt maradtak megszállóként, de a felszabadítást mégiscsak elhozták egy gyilkos rendszertől és egy gyilkos külföldi megszállótól, és annak magyarországi csatlósaitól szabadítottak meg minket. Van ennek valami kockázata azért? De nincs benne magyarországi csatlós. Épp arról szól, hogy nincs magyarországi csatlós. Hát csak egy picit gondolkozni kell hozzá. Hát igen, de hát nem. Gondolkozni nem fog senki. Nem nagyon gondolkoznak, hanem csak a emlékművet látják, és szembe a kettőt egymással, és a kettő kioltja egymást. Hát ez is lehetséges. Köszönöm szépen. Hadd mondjak még egyet, hogy és Antal szobrász művész csinálta a Balcsi szobrot a Balcsi-Linszky út. Amit most is lehet látni. Amit most is lehet látni, és érdemes megnézni. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Viszont hallásra.